A western filmekben alig ha van ikonikusabb jelenet, mint a klasszikus pisztolypárbaj. A jó és a rossz egymással szemben áll, hogy eldöntsék, ki is a gyorsabb kettőjük közül. De az igazság az, hogy a valóságban az ilyesfajta események nagyon ritkán fordultak elő. A vadnyugat korszakában élő híres, vagy éppenséggel hírhet emberekről szóló történetek igazából sokkal véresebbek és kevésbé hősiesek. Ott volt például Wild Bill, akit egyszerűen csak hátulról fejbe lőttek, kártyázás közben. Ugyanakkor az vitathatatlan, hogy a korszak banditái és a törvény emberei között számos legendás fegyverforgató akadt. Az ő tetteik véres ösvényt tapostak ki a későbbi western filmek számára. Most pedig lássuk, kik is voltak a legnagyobb gunslingerek a vadnyugaton. Egy gyors gondolat, mielőtt tényleg belevágnánk a részletezésbe. A revolverhősök rangsorolása rendkívül szubjektív, mivel különböző kritériumokat tudunk figyelembe venni. Mint például a hírnév, a törvényszegés, a küzdelmek száma és kimenetele, valamint a történelemre gyakorolt hatása az illetőnek. Ha elkezdünk utakodni a legnagyobb fegyverforgatók között, gyorsan azon kapjuk magunkat, hogy akár 25-30 név is szerepelhet a listánkon. Éppen ezért egy top 10 fős listát egy kicsit nehéz összeszedni. Annak nem sok értelmét láttam, hogy két részre szedjem a videót, úgyhogy a mai listánkon nem 10, hanem egy kicsivel több név fog szerepelni. Na de vágjunk is bele! Tom Horn, vagy más néven Tom Horn Jr. talán az egyetlen olyan fegyverforgató, akinek az élete tel is tele van sötét foltokkal, rejtélyekkel. Éppen ezért megítélése a mai napig nagyon vitatott. 1860-ban született Memphisben, Missouri államban. Horn állítólag már nagyon fiatalon jól bánt a fegyverekkel, és nagy érdeklődést is mutatott a vadászat iránt. Az 1870-es évek közepén nyugatra költözött, és sokféle munkát végzett. Volt kabboly, bányász, katonai felderítő, sheriff helyettes, csempész és tolva is. De legjobban az emberek felkutatásához értett. Egy idő után már csak úgy nevezték őt, hogy Tommy a bérgyilkos. Tom Horn először a híres Pinkerton elnevezésű detektív cégnél dolgozott. Törvényen kívüli emberek felkutatására és elfogására szerződtették őt. Főleg olyan emberekre vadászott, akik bankokat és vonatokat fosztottak ki. Horn ismert volt szokatlan módszereiről és kegyetlenségeiről. Céljai elérése érdekében pedig elég sokszor megszegte a törvényt is. Ez tiszteletet és ugyanakkor elítélést is kiváltott azok körében, akik ismerték őt. Horn körülbelül 4 évet töltött az ügynökségnél. Egyes források azt írják, hogy Horn maga hagyta ott a céget, mivel úgymond megunta az egészet. De találhatunk olyan írásokat is, amelyek szerint a cég küldte el őt, mivel több olyan embert is kivégzett, akit az ügynökség eredetileg ki akart hallgatni. Annak ellenére, hogy elváltak útjaik, Horn az ügynökségnél töltött ideje alatt rendkívül megszilárdította a hírnevét. A detektív ügynökségtől való távozása után évekig szinte semmit sem lehetett róla hallani. Elég nagy valószínűséggel különböző megbízásokból élt. 1894-ben a Wyomingi Marhatenyésztők Szövetsége felbérelte őt, mint hivatásos bérgyilkost. Ezekben az időben a marhatenyésztők háborúban álltak egy törvényen kívüli, különleges csoporttal. Ez a csoport teljesen az uralma alá akarta vonni azokat a farmokat, amelyek marhatenyésztéssel foglalkoztak. A szövetség kezdetben katonai segítséget is kért, hogy megállítsák a banditákat. Ám a média egyre jobban felkapta ezt a háborút, és negatív jelzőkkel illette a marhatenyésztők szövetségét. Onnantól fogva inkább fejvadászokat, zsoldosokat és bérgyilkosokat foglalkoztattak. Természetesen teljes titokban. Tom Horn állítólag olyan nagyszerű fegyverforgató volt, hogy még 180 méteres távolságból is halálos sebet tudott okozni áldozatainak. Beszámolók szerint Horn
összesen 17 embert ölt meg pályafutása során. De mivel életében rengeteg a kérdőjel, a forráselemzők biztosra veszik, hogy ez a szám semmiképpen sem tükrözi a valóságot. 1903-ban Tom Hornt felakasztották. Azzal vádolták meg, hogy megölte az egyik marhatenyésztő 14 éves fiát. Halála után viszont sokan úgy gondolták, hogy Hornt helytelenül végezték ki. Egy állítólagos vallomás alapján ítélték el, amelyet részeg állapotban tett. Míg az öreg apacs harcos, Geronimo is kifejezte kétségeit Horn vágyaival kapcsolatban. Tom Hornt egyébként később újra temették. A maradványok kiásásánál pedig még a kötelet is megtalálták a nyaka körül. Dallas Studenmayer nem egy annyira jól ismert fegyverforgató, mint sokan mások, de egy olyan sheriff volt a maga idejében, akitől okkal tartottak. Illetve a beszámolók szerint sokkal több fegyveres összecsapásban vett részt, mint kortársai többsége. Dallas Studenmayer 1845-ben született Alabama államban és azon belül is Bullock megyében. 15 éves korában megpróbál csatlakozni a konföderációhoz, hogy harcolhasson az amerikai polgárháborúban. Be is sorozták, de amikor kiderült a tényleges életkora, leszerelték. Viszont, amikor betöltötte 18. életévét, közlegényként szolgált az alabamai 45. gyalogezrednél. Többször megsérült, de a háború végéig szolgálatban maradt. Egyes források szerint már itt megmutatkozott a fegyverek iránti szeretete, és többféle fegyverrel is nagyszerűen lőtt. A polgárháborút követően nyugat felé sodródott, és legalább 3 évig a Texas Rangeröknél szolgált. Magas, jóképű, elegáns öltözködésű, igazi úriember hírében állt. Ebből adódóan a hölgyek körében eléggé népszerű volt. Azonban amikor részeg volt, rendkívül veszélyes tudott lenni, és gyorsan haragra gerjedt. Ismert volt arról a szokásáról, hogy folyamatosan két pisztolyt hordott magánál, és mindkét fegyverével egyformán pontosan célzott. Az 1870-es évek második felében a texasi El Paso egy távoli, könyörtelen, törvényen kívüli bányászváros volt. 1881-ben viszont egy kicsit megváltoztak a dolgok, amikor is Dallas Studenmayer betette a lábát a városba. Még ebben az évben, 1881. április 11-én Dallas Studenmayer megkezdte munkáját, mint városi marsal. Azt ugyanakkor tudni kell, hogy ő volt a 6. városi marsal 8 hónap leforgása alatt. 1881. április 14-én, mindössze 3 nappal hivatalba lépése után, Studenmayer részt vett az egyik leghíresebb tűzpárbajban, amely valaha is megtörtént a Vadnyugaton. Ezt az összecsapást csak a 4 halott 5 másodperc alatt tűzpárbajának nevezik. Ez az esemény elég nagy nyilvánosságot kapott az olyan távoli városok újságjaiban, mint például San Francisco és New York City. A heves tűzpárbajban egyébként Dallas 3 törvényen kívüli mexikóit ölt meg. Ez a tűzpárbaj igazi legendává tette Studenmayert. De ez azzal is járt, hogy elég sokan a halálát kívánták, amiért megölte a mexikóiakat. Többször is megpróbáltak végezni vele, volt, hogy a nyílt utcán nyitottak rá tüzet. De volt olyan is, hogy bérgyilkosokat küldtek rá. Ám csodával határos módon ő mindig felülkerekedett támadóin. Állítólag a véres tűzpárbaj utáni hetekben 12 emberrel végzett. Ezt követően a város bűnözési rátája ugyanakkor drámaian lecsökkent. Dallas hírneve, mint marsal és fegyverforgató, pedig rettentő mód növekedésnek indult. A nem mindennapi vérfürdő után Dallas örök ellenségekre lelt a Manning családban. A harag abból fakadt, hogy James Manning az egyik lelőtt mexikói közeli barátja volt. Több mint egy év rivalizálás és pisztolypárbajos sorozata után a Manning testvérek és Dallas elhatározták, hogy békét kötnek egymással. Kezdetben úgy tűnt, hogy sikerült is mindent elrendezni. De Dallas csak nem tudta befogni a száját,
és megsértette az egyik Menin fiút. A szóváltást végül egy heves pisztolypárbaj váltotta fel. James Menin valahogy Dallas háta mögé került, és lelőtte őt. Igaz, hogy nem okozott neki halálos sebet, de a lövés bőven elég volt ahhoz, hogy Dallas a földre kerüljön. Végezetül Doc Menin agyonverte a földön fekvő Dallas Studenmayert 1882. szeptember 18-án. John King Fisher esete nagyon különbözik a többiekétől. Annak ellenére, hogy elmondása alapján 37 ember ölt meg, ő egyaránt volt anyatulajdonos, törvényen kívüli és rendfenntartó is. 1853-ban született Texas államban, Collin megyében, Dallastól nem messze. Vakmerő, nyughatatlan, jóképű fiatalember volt. Na és persze, nagyon népszerű is volt a nők körében. Már fiatalon sok bajba keveredett, és előszeretettel lógott törvényen kívüli emberek társaságában. 16 évesen Fishert lólopással vádolták meg, miután kölcsönvett egy lovat anélkül, hogy szólt volna a tulajdonosának. Egy posszi csoport letartóztatta, de még mielőtt a fogdába értek volna, Fishernek sikerült megszöknie. A posszi egy régi fajta vadnyugati kifejezés, ami egyfajta hatósági csoportot jelentett. Ők is rendfenntartók voltak, de a hatáskörük nagyon korlátozott volt. Fisher ellen egyébként nem emelt vádat a lótulajdonos, de ez a kis incidens meghatározó fordulópont volt az életében. Néhány hónappal később újra letartóztatták, ezúttal betörés és testi sértés miatt. Ezt már nem tudta megúszni, és börtönbe került. Eredetileg 2 év börtönbüntetést kapott, de valamiért 4 hónap után már kiengedték. Szabadulása után Fisher Limit megyébe költözött, Texas államon belül. Cowboyként kezdett el dolgozni, és legfőképpen lovakat tört be. Fisher idejében Limit megye a törvényen kívüli emberek kedvenc megyéje volt. Mindennaposok voltak a tanyák és a farmok megtámadása, kifosztása. Továbbá a szarvasmarha lopás is egy fő iparág volt a régióban. Fishernek ugyanakkor gyorsan sikerült hírnevet szereznie. Az igazság az volt, hogy kettős játékot játszott. A törvény oldalán is állt, meg nem is. Problémás embereket kutatott fel, és adott át a hatóságoknak. De közben rengeteg embert is félelemben tartott, illetve a szarvasmarha lopásban is nagy érdekeltsége volt. Egy hatalmas farmra is szert tett, amit próbált törvényesen üzemeltetni. Ez a farm azonban bűnözők és tolvajok menedékhelye lett. Fisher idővel akkora hatalomra tett szert, hogy mindenki félt tőle a környéken. Akkoriban már jellegzetesen, de inkább feltűnően kezdett öltözködni. Illetve elefántcsont markolatú pisztolyokat hordott magánál, amiket előszeretettel mutogatott. Rendkívül ügyesen bánt fegyvereivel, senki sem mert vele újat húzni. A farmon lévő törvényen kívüli bandájával pedig gyakran lépte át a mexikói határt, ahol különféle kétes üzleteket bonyolított. Állítólag a farmja környékén több figyelmeztető tábla is helyet kapott, amin a következő felirat állt. Ez itt King Fisher területe, hord el magad. A táblák választották el igazából a magánterületet, a közterülettől. Egy idő után Fisher valamiért úgy döntött, hogy inkább csendes életet kezd élni, és elhagyta a farmot. 1881-ben sheriff helyettesnek nevezték ki egy úgynevezett Uvalde településen. A munkáját nagyon jól végezte, mindenki tisztelte, sőt, talán még szerették is. 1884-ben átruccant a szomszédos nagyvárosba, San Antonióba egy üzlet miatt. Fisher ott találkozott a régi barátjával, a viszonylag híresebb fegyverforgatóval és szerencsejátékossal, Ben Thompsonnal. Ben elég népszerűtlen volt San Antonióban, mivel korábban megölt egy népszerű színház tulajdonost, amiért hát elég sokan a halálát kívánták. Fisher és Thompson
pisztolypárbajba keveredtek az egyik este folyamán, és mindkettőjüket lelőtték az egyik színház folyosóján. A beszámolók szerint egy valóságos vérfürdő volt az eset, ahol többen is meghaltak. Köztük még ártatlanok is. Az ügyészség ugyanakkor elég kevés érdeklődést mutatott az ügy iránt. Igazából az egészet csak a szőnyeg alá söpörték. Billy a kölyök. Talán a vadnyugat leghíresebb és egyben leghírhedtebb törvényen kívüli alakja. Megítélése ugyanakkor a mai napig megoszlik, mivel sokan csak egy egyszerű banditának tartják őt, nem pedig igazi fegyverforgatónak. Harry McCarthy néven látta meg a napvilágot 1859-ben. Története már csak azért is maradandó, mivel nagyon keveset, mindössze csak 21 évet élt meg. A 21 év leforgása alatt állítólag pont 21 embert ölt meg. Bár egyes források szerint ez a szám csak olyan 10 körül lehetett. Csak a későbbi regények, legendák turbózták fel ezt a számot. Kisgyermekkoráról nem sok mindent tudunk, mivel 15 évesen árva lett. Nagyon sok feljegyzés vele kapcsolatban csak 16 éves korától veszi fel a fonalat, amikor is letartóztatták étellopás miatt Új-Mexikóban. Túl sok időt nem töltött az árkában, ugyanis megszökött. 10 nappal később az első letartóztatása után kirabolt egy kínai mosodát. Ezúttal is tetten érték, és újra letartóztatták. De Billynek ismételten sikerült megszöknie. 1877-ben Arizona államba menekült, és ekkor kezdte el használni a William H. Bonney álnevet is. Még ugyanebben az évben, tehát 1877-ben, 18 éves korában követte el első gyilkosságát is, állítólag. Egy összetűzés alkalmával az egyik városban megölt egy helyi kovácsot. Így Billy Arizona államban is egy körözött személyé vált. Ezután visszatért Új-Mexikóba és csatlakozott egy tolvajbandához. Tényleges hírnevet viszont akkor szerzett magának, amikor is 1878-ban belépett a Regulators elnevezésű csoportba és harcolt a Lincoln megyei háborúban. A csoportot hivatalosan is törvényen kívülinek nyilvánították, mivel nem állt távol tőlük a tolvajlás és az erőszak sem. Nem sokkal később Billyt és két társát azzal vádolták meg, hogy megöltek 3 embert, köztük Lincoln megye serifjét és az egyik helyettesét. A Regulators csoportot végül a rendfenntartók szétverték, de Billynek sikerült elkerülni a letartóztatást. Ezután Új-Mexikóban bujkált, és közben még egy saját bandát is alapított. Tovább növelte hírnevét azzal, hogy fényes nappal lelőtt egy ismert szerencsejátékost egy szalonban. A média kezdte egyre jobban felkapni nevét és bűncselekményeit. Las Vegas városában és még a keleti parton, New York városában is cikkeztek a törvényen kívüli Billyről. 1881. áprilisában egy bizonyos Pat Garrett nevezetű sheriff elkapta őt, és bíróság elé állították Billyt Új-Mexikóban. Halálra ítélték, de a börtönből ismételten sikerült megszöknie. A szökése közben pedig megölt 2 sheriff helyettest is. Ezután egy hajtóvadászat indult ellene, és 2 hónapon keresztül nem akadtak a nyomára. Pat Garrett sheriff végül sikeresen felkutatta őt, és 1881. július 14-én lelőtte Billyt. 21 éves volt. A halála utáni évtizedekben számos legenda született arról, miszerint Billy a kölyök nem is halt meg, csupán újra álnevet vett fel. Továbbá számos férfi állította magáról akkoriban a vadnyugaton, hogy valójában ő maga Billy, csak álnéven. De bárhogyan is tekintünk rá, a fiatal törvényen kívülinek az élete és a képmása elég gyakran felbukkant a nyugati kultúrában. Jesse James a vadnyugat legendás banditája 1847-ben született a Missouri állambeli Kearney város közelében. Édesapja nagyon korán meghalt, és az édesanyja magára maradt 3 gyermekével.
Jessivel, Frankkel és Susannel. A James fivérek azonban hamar elhagyták betegeskedő édesanyjukat. Az amerikai polgárháború idején csatlakoztak egy konföderációs gerilla csoporthoz. A háború végeztével viszont menekülniük kellett, amiért szimpatizált a Bloody Bill gerilla vezetővel. Nagyon hosszú ideig menekültek és bujkáltak, míg végül a James fivérek arra az elhatározásra jutottak, hogy nem térnek már vissza a békés élethez, hanem inkább létrehozták a saját rablóbandájukat, amit James Younger Gang névre kereszteltek. Ennek a bandának a fő tevékenységi köre lefőképpen a bankok és a vonatok kifosztása volt. Első nagy sikerük 1869-ben történt egy bankrablás során, amikor is több ezer dollárnyi készpénzt sikerült zsákmányolniuk. Jesse James elég nagy hírnévre tett szert, mint vakmerő, kegyetlen és erőszakos bandita. 1876-ban a banda megkísérelte az első nemzeti bankot, a Northfield Bankot kirabolni Minnesota államban. A rablás során viszont Jesse és bandája szembesült a városlakók ellenállásával. Pár bandatagot már a helyszínen megöltek, és a megmaradt James Younger Gang is csak úgy tudott meglépni, hogy menekülés közben felgyújtottak 14 malmot a megyében. Ezután egy hajtóvadászat kezdődött, amely során megpróbálták elkapni a megmaradt bandatagokat. Gyakorlatilag mindenkit elfogtak vagy megöltek, csak Jesse és testvére Frank James menekült meg. Az eset után Frank elhatározta, hogy felhagy a bűnözéssel, és Virginia felé vette az irányt. Jesse azonban nyughatatlan volt. 3 évvel később egy új bandát szervezett, és folytatta bűnözői életvitelét. Ugyanúgy kisebb bankokat, üzleteket és vonatokat raboltak ki. Viszont ez a banda már nem bizonyult valami összetartónak, és a tagok elég hamar egymás ellen is fordultak. Ráadásul a rablások alkalmával több bandatagot is megöltek. 1879 végén a banda 2 üzletet is kirabolt Mississippi nyugati részén. Több, mint 2000 dollárnyi készpénzt sikerült zsákmányolniuk. Az üldözés során a banda nagy részét viszont lelőtték, és Jesse is csak egy elhagyatott farmon talált menedéket magának. Ez volt az a pillanat, amikor is elkezdett azon gondolkodni, hogy lehet fel kellene hagynia a rablásokkal. 1881 végén Jesse és családja a Missouri állambeli Saint Joseph városába költözött. Nem messze onnan, ahol gyerekkorát töltötte. Miután bandájának jelentős része elesett, Jesse úgy gondolta, hogy már csak 2 emberében bízhat. Mégpedig a Ford testvérekben, Charlie és Robert Fordban. Védelem céljából Jesse megkérte őket, hogy költözzenek a családhoz közel. Jesse azonban nem sejtette még akkoriban, hogy Robert titkos tárgyalásokat folytatott Missouri kormányzójával. A kormányzó 5000 dollárnyi jutalmat ajánlott fel Robert Fordnak, ha feladja Jesse James-t. 1882. április 3-án reggelén a Ford testvérek átmentek Jesse otthonába. Jesse éppen az egyik szobában tartózkodott, amikor is észrevett egy poros képet a kandalló felett. Majd felállt egy székre, hogy levegye a képet a falról. Robert Ford közben előhúzta a fegyverét, és hátulról fejbe lőtte a fegyvertelen Jesse-t. Annak ellenére, hogy Jesse James egy kegyetlen és hidegvérű bandita volt, a média mégis egyfajta Robin Hoodként ábrázolta őt. Azonban semmi bizonyíték nem utal arra, hogy a bandája a zsákmány megosztotta volna a hálózatukon kívüli személyekkel. A Jesse James köré épített mítosz nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vadnyugat egyik legismertebb alakjává váljon. De ez a mítosz elég gyakran elfedte a valóságot. Legfőképpen azért, mivel Jesse James tettei sokszor ártatlan emberek életét követelte. Állítólag 27 embert gyilkolt meg élete folyamán, de a forráselemzők ezt a számot rendkívül kevésnek találják. Wyatt Earp talán az egyik legismertebb alakja a vadnyugatnak, és nagy valószínűséggel már mindenki hallott róla. Ha máshonnan nem, akkor valamelyik hollywoodi filmből. Szolgálta a törvényt,
de olykor azért törvényen kívüli is volt. 1848-ban született Illinois államban, és 80 évesen hunyt el. Ami azért valljuk be, elég szép kornak számított akkoriban. Élete során körülbelül 30 embert ölhetett meg, de ez a szám forrásonként eltérő. Emellett ne feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy neve leginkább a halála után megjelent könyvek és egyéb más történetek révén vált ismerté. Wyatt olyan híres vadnyugati városokban fordult meg élete során, mint Wichita, Dodge City, Deadwood, vagy éppenséggel a törvényen kívüli Tombstone. Nagyon fiatalon megnősült, és a házasság után nem sokkal még egy kisgyermeke is született. Az édesanyja és a kisgyermek viszont rövid időn belül életüket vesztették. Felesége halála után Wyatt súlyosan inni kezdett, és egy vándorló életmódot folytatott. Egészen addig, míg nem 1874-ben felkereste testvérét Kansas államban, Wichita városában. Néhány évig serif helyettes volt testvérével, míg nem felkérték, hogy legyen marshal helyettes Dodge Cityben. 1878 végén Texasba utazott, hogy felkutasson egy törvényen kívüli körzött szemét, Piszkos Dévet. Ezen időszak alatt ismerkedett össze a szintén híres fegyverforgatóval, Doug Hallidayjel is. És ők tulajdonképpen egy életre szóló barátságot kötöttek. 1879-ben Wyatt a testvéreivel Tombstone-ba költözött. Aztán ez a város nagyon nagy fordulópontot jelentett az Earp család életében. 1881. október 26-án az Old Kindersley tűzpárbajban Wyatt és testvérei, valamint Doc Holliday tűzharcba keveredtek egy törvényen kívüli cowboy bandával. Ennek a véres összecsapásnak a története olyan szinten legendás, hogy egyes színházi társulatok évről évre előadják. Ez a tűzpárbaj egyébként elég súlyos következményekkel járt. Pár hónappal később egy rajtaütés alkalmával megtámadták az Earp testvéreket. Verge-t megnyomorították, Morgan pedig megölték. A történtek hatására Wyatt, testvére Warren, Doug Holliday és néhány jó barátjuk bosszút esküdtek. Elhatározták, hogy felkutatják és megölik az elkövetőket. Sőt, még azokat is, akiknek csak egy kis közük is volt az esethez. Az elkövetkező időszakot nagyon sok forrás csak úgy tünteti fel, hogy Wyatt Earp bosszú hadjárata. A Tombstone-i események után Wyatt számos helyen megfordult. Elsőként San Franciscóba ment, ahol feleségül vette Josephine Marcust. Az aranyláz őket is elérte, és Eagle Cityben bányászati érdekeltségeket alakítottak ki. Emellett még egy szalont is nyitottak, ami nagyon jól működött. Köszönhetően az aranyláznak. Ebben az időszakban Wyatt a szalon mellett sok mindennel foglalkozott még. Volt például szerencsejátékos, akkor lóversenyeket is rendezett, de még boxbíróként is tevékenykedett. Wyatt Earp hírneve akkor szenvedett jelentős csorbát, amikor is Kaliforniában egy boxmérkőzés bírájaként tévesen szabálytalanságot ítélt meg. Ez a döntés sokakban azt a benyomást keltette, hogy Wyatt szándékosan manipulálta a mérkőzés eredményét, ami hosszú távon megrendítette a róla alkotott kedvező képet. 1899-ben Wyatt és felesége Alaszka felé vették az irányt. Ismét egy szalont nyitottak, amit ismételten nagyon jól üzemeltettek több éven keresztül. 1911-ben visszatértek Kaliforniába és Los Angelesben telepedtek le. Hírességekkel és befolyásos emberekkel lógtak együtt, és egy idő után népszerű alakokká is váltak Hollywoodban. Sőt, ebben az időben Wyatt a vadnyugati filmek technikai tanácsadójaként volt jelen. Végül 1929-ben halt meg Los Angelesben, 80 éves korában. Annak ellenére, hogy számos vitás ügybe keveredett, soha nem ítélték el. Wyatt Earp neve és megítélése csak halála után nyert el mai formáját. 1931-ben Stuart and Lake megjelentette a rendkívül hízelgő Wyatt Earp Frontier Marshal című életrajzi regényét. A könyv bestseller lett, és megteremtette a félelmet nem ismerő fegyverforgató legendáját.
Wyatt hírnevét filmek, televíziós műsorok, életrajzok és szépirodalmi művek csak tovább növelték. Hosszú idővel halála után is számos elkötelezett bírálója és csodálója akad. Doug Holliday neve is ismerősen csenkett sokak számára, ha más nem, akkor valamelyik western filmből. Élete folyamán 17 alkalommal tartóztatták le, 4-szer próbálták meg felakasztani, és 5 alkalommal próbálták törbecsalni. Kortársai különbözőképpen számolnak be róla. Barátai nyugodt, higgadt, okos úriemberként hivatkoznak rá. Barátja Wyatt Earp pedig a következőket mondta róla. Hűséges barát és jó társaság. A legügyesebb szerencsejátékos és a legbátrabb, leggyorsabb, leghalálosabb ember volt, akivel valaha is találkoztam. Rossz akarói viszont vézna, gyenge, idegesítő természetű emberként tartották számon. Viszont azzal mindenki tisztában volt, hogy a vadnyugat egyik leglátványosabb karaktere volt azokban a napokban, amikor a pisztoly döntött a törvény helyett. Hogy hány ember tölt meg élete során, nem tudjuk pontosan. A forráselemzők azt feltételezik, hogy alsó hangon 16-ot. Doug Holliday eredeti polgári neve valójában John Henry Holliday volt, aki 1851-ben született Georgia államban, Griffin városában. Édesanyja 15 éves korában hunyt el tuberkulózis következtében, ami mélyen megrázta a fiatal fiút. Rendkívül művelt, okos és intelligens kisfiú volt. 20 évesen fogorvosi végzettséget szerzett, viszont diplomáját az egyetem visszatartotta. Majd csak egy évvel később, tehát 21 éves korában vehette át. Diplomája átvétele után Atlantába költözött, ahol praktizált is. Szóval a Doug Holliday becenév innen ered. Nem sokkal a fogorvosi praxis megkezdése után Doug Holliday felfedezte, hogy ő is tuberkulózisban szenved. Több orvossal is konzultált, akik azt mondták neki, hogy már csak rövid ideje van hátra. Azt tanácsolták neki, hogy költözzön szárazabb éghajlatra, hogy egy kicsit meghosszabbítsa így az életét. 1873. októberében Doug Holliday összecsomagolt, és Dallas felé vette az irányt. A város akkoriban egy vasúti végállomás volt, tehát rengeteg ember megfordult ott nap, mint nap. Éppen ezért Holliday a végállomástól nem messze meg is nyitott a saját rendelőjét. Azonban az egyre erősödő köhögési rohamok miatt fogorvosi praxisa hanyatlani kezdett. Mivel tisztában volt vele, hogy nem fog hosszú életet élni, ezért hangulata gyakran ingadozott és kemény italozásba kezdett. Az ital mellett pedig a szerencsejáték is feltűnt az életében. Magas intelligenciájának köszönhetően a szerencsejáték lett a fő megélhetési forrása. Többször került bajba emiatt, így elhatározta, hogy valamilyen úton, módon, de megvédi saját magát. Gyakorolni kezdett egy 6 lövetű pisztollyal, és hamar rájött, hogy nagy érzéke van a fegyverekhez is. 1875. januárjában letartóztatták Dallasban, miután lövöldözésbe keveredett egy szalon tulajdonossal. Ugyanakkor senki sem sérült meg, Holliday-t ártatlannak találták, és végül elengedték. Az incidens után elhagyta az államot, és egy vándorló életmódot folytatott. Városról városra járt, és főleg szerencsejátékokból tartotta el magát. Ezen időszak alatt ismerte meg a magyar származású törvényen kívüli nőt, Horoni Mária Katalint, vagy más néven Big Nose Kate-et. Holliday elmondása szerint Katalin kemény, makacs, rettenthetetlen, de ugyanakkor művelt nő volt. 1878-ban Holliday és Katalin Dutch City felé vették az irányt. Ott ismerkedtek meg Wyatt Earp-el, aki pont a város marsal helyettese volt akkoriban. Holliday a következőképpen emlékszik vissza megismerkedésük napjára. Történt egy nap, hogy pár cowboy betört a városba, és lövöldözni kezdtek. Az egyik szalomban megrongálták a berendezést, és zaklatták a vendégeket is. Meghalva a zavargást, Wyatt berontott a szalomba.
De mielőtt bármit is mondhatott volna, a rendbontó kabbajok egyből fegyvert fogtak rá. Holiday éppen a szalonban kártyázott, és amikor meglátta, hogy Wyatt bajban van, ő is fegyvert rántott, és hátulról odanyomta hat lövetőjét az egyik kabboly fejéhez. Ezzel a húzásával mindenkit lefegyverzett. Wyatt Earp élete során szintén sokszor mesélt erről az esetről. Ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy legenda, mivel Dutch City újságjai nem számoltak be erről az incidensről. De az biztos, hogy ezután többször kisegítették egymást a bajban. Gondoljunk csak Wyatt Earp bosszú hadjáratára, vagy éppenséggel az Old Kindersley pisztoly párbajra. Ezekre most nem térnék ki újra, Wyatt életénél ezeket már kitárgyaltuk. 1882-ben Holidayt letartóztatták gyilkosság vádjával. Azonban az egész ügy hamis vádakra épült. Amikor Wyatt értesült a vádakról, attól tartott, hogy barátja nem fog tisztességes tárgyalást kapni Arizonában. Éppen ezért Wyatt megkérte barátját Beth William Barclay Marshallt, hogy segítsen Holiday nevét tisztára mosni. Beth azonban nem igazán rajongott Holidayért, sőt, igazából holtan akarta látni. Holiday körülbelül hasonló érzelmeket táplált Beth iránt is. Beth és Holiday csupán azért tűrték meg egymást, mivel mind a ketten nagyra tartották Wyattet. Na de a lényeg, két héttel azután, hogy Doug Holidayt letartóztatták, mégiscsak sikerült elérni azt, hogy szabad lábra helyezzék. Néhány évvel később Holiday és Earp még egyszer utoljára találkoztak egymással egy szálloda hajjában. Wyatt elmondása szerint Holiday ekkor már szinte csak csont és bőr volt, aki még járni is alig tudott. Nem sokkal később, 1887-ben, 36 éves korában ő is tuberkulózis következtében elhunyt. Állítólag egyszer megkérdezték tőle, hogy nincs-e lelkiismeret furdalása a tettei miatt. A válasz pedig a következő volt. Ugyan, azt már rég kiköhögtem. James Miller, vagy más néven Killing Jim, a leghevesebb vérmérsékletű fegyverforgató volt a Vadnyugaton. 18 éves korában egy heves üte után nem habozott, és fejbe lőtte alvó sógorát. 1861-ben született Arkansas államban, Van Buren városában, de egy éves korában a család Texasba költözött. Édesapja Jacob Miller egy keményen dolgozó, becsületes kőműves volt. A költözés után nem sokkal Jacob meghalt, és ez a tragédia nagyon megviselte a kisfiút. Ezután az édesanyja és a kis Miller a nagyszülőkhöz költöztek. Jim nem igazán találta meg a közös hangot nagyszüleivel, így elég sokat veszekedtek egymással. 1869-ben, amikor Jim mindössze még csak 8 éves volt, a nagyszüleit holtan találták meg az otthonukban, miután meggyilkolták őket. Bár napjainkig nem tisztázott, hogy ki ölhette meg őket, Jimet mégis letartóztatták. Soha nem ítélték el ezért, bár a rossz nyelvek azt beszélik, hogy igazából ő volt a tettes. A szabadon bocsátása után nem igazán volt hova mennie, így inkább a nővéréhez költözött. A helyzet azonban ott sem volt túlságosan meghitt, mivel Jim gyakran veszekedett sógorával. Ez mindaddig folytatódott, míg nem 1884-ben egy nagyon komoly vita után Jim fegyvert ragadott, és álmában fejbe lőtte sógorát. Ez volt az első alkalom, hogy Jimet ténylegesen is elítélték gyilkosságért. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de állítólag valamilyen jogi kiskapunak köszönhetően szabad lábra helyezték. A börtön után éveken keresztül csak vándorolt Texas és Mexikó határán. Végül egy szalontulajdonos lett, majd sheriff helyettes, és végül Pecos város marsallja Reeves megyében, Texas államban. Ebben az időben elég nagy hírnévre tett szert azzal, hogy üldözte és gyilkolta a mexikóiakat. Ugyanakkor a leghíresebb történet James Millerről egy összetűzést mesél el. Miller egy hosszú időn át tartó konfliktusba keveredett egy bizonyos Bud Fraserrel, Pecos város sheriffjével.
Fraser gyilkosság és szarvas marhalopás vádjával egy szép napon letartóztatta Millert. Azonban bizonyítékok hiányában az esküdtség felmentette. Nem sokkal később Fraser sheriff egy bizonyos Con Gibson marhatenyésztő meggyilkolásával is megvádolta Millert. A sheriff éppen le akarta őt tartóztatni, de helyette inkább egy heves pisztolypárbaj bontakozott ki. Fraser-nek végül sikerült a földre kényszerítenie Millert. De ahelyett, hogy inkább rács mögé dugta volna Jimet, Fraser inkább még 4 golyót belelőtt a mellkasába. James Miller azonban nem halt meg, mivel egy acéllemezt viselt a ruhája alatt. Egy évvel később Fraser véletlenül megpillantotta Millert az utcán, aki éppen egy kovács műhely előtt állt. Fraser szó nélkül tüzet nyitott. Ám ekkor sem tudta megölni Jimet, mivel életét megint a ruhája alatt viselt acéllemez mentette meg. Hogy mi történt ezután, az nem teljesen világos. Valahol azt írják, hogy az incidens után Frasert eltávolították hivatalából. Máshol viszont arról számolnak be, hogy az eset után Frasert már nem igazán tisztelték a városban, és elvesztette a sheriff újraválasztásáért folytatott küzdelmét. De a lényeg, hogy elhagyta a várost, és Új-Mexikóba költözött. Körülbelül fél évvel később Fraser visszatért a városba, hogy meglátogassa beteg édesanyját. Miller viszont megtudta, hogy Fraser újra a városban van, és elkezdte felkutatni. Az egyik este pedig meg is pillantotta őt. Miller azonnal berúgta a szalon lengő ajtaját, és egy jól irányzott lövéssel fejbe lőtte az éppen kártyázó Frasert. A bíróságon azonban felmentették Jimet. A történettel kapcsolatban még az az érdekes, hogy a tárgyalás egyik napján Miller megfenyegetett egy bizonyos Joe Earp-öt, aki kezdetben ellene tanúskodott. 3 héttel később Joe-t egy sörétes puskával agyonlőve találták meg. A vádat képviselő kerületi ügyész pedig ételmérgezésben halt meg, pár nappal Joe Earp halála után. James Miller halálának oka egyébként egy lincselés volt. Miller elfogását és kivégzését a texasi Ada városában követték el. Állítólag részt vett egy helyi sheriff egy bizonyos Gus Bobbitt meggyilkolásában. Egy feldüldötte meg a börtönből kirángatta Millert és 3 másik társát. Egy fészerbe vonszolták őket, ahol felakasztották mind a 4-üket. Miller egész idő alatt higgadt maradt, míg a másik 3 ember az életéért könyörgött. Jimnek 2 utolsó kívánsága volt. Az egyik, hogy gyémánt gyűrűjét adják oda a feleségének. A másik pedig, hogy a kedvenc fekete kalapját viselhesse az akasztáskor. Mindkét kérést teljesítették. Állítólag James Miller nem vár senkire sem, csak hangosan elkiáltotta magát, na, akkor hadd szóljon, és magától leugrott egy dobozról. Hogy Killing Jim összesen hány embert ölt meg, az a mai napig rejtély. 12 hivatalosan is rögzített haláleset kapcsolódik a nevéhez. De figyelembe véve zűrös életét, bérgyilkos hivatását, heves természetét, a forráselemzők inkább úgy gondolják, hogy akár több mint 50 ember életét is kiolthatta. Wild Bill Hickok igazából James Butler Hickok néven látta meg a napvilágot 1837-ben Illinois államban. Hickok élete viszonylag rövid volt, de ez alatt az idő alatt jócskán tett azért, hogy okkal nevezzék őt Wild Billnek. Sőt, talán a Vadnyugat egyik leglegendásabb alakja. Volt színész, showman, marhatolvaj, katonai felderítő, lovas kocsihajtó, szerencsejátékos és még sheriff is. Korának egyik legügyesebb fegyverforgatójaként tartották számon. Édesapja már nagyon fiatalon megtanította a fegyverek használatára, és hamar kiderült, hogy kiválóan célzott velük. Mivel közel állt édesapjához, Jimet nagyon mélyen megviselte, amikor 15 éves korában elveszítette őt. Édesapja halála után vándorló életmódot folytatott, és gyakorlatilag minden munkát elvállalt, amit csak el lehetett képzelni.
legendás pályafutását törvényen kívüliként kezdte, végül sheriffként fejezte be. Kezdetben marhatolvajként tevékenykedett, majd egy szállítmányozó cégnél dolgozott, mint lovaskocsi hajtó. Az egyik kézbesítő útja során viszont egy medvetámadás áldozata lett. Hikák olyan súlyosan megsérült, hogy majdnem belehalt. A medve azonban nem élte túl az összecsapást, mivel Billnek sikerült elvágnia a torkát. 4 hónapig ágyban feküdt, majd utána is csak a szállítmányozó cég egyik farmja körül tudott tevékenykedni. A szállítmányozó cég a farmot egy bizonyos David McKenlis-től bérelte. 1861-ben David egy nap ellátogatott a farmra, hogy begyűjtse a bérleti díjat. Azonban a farm vezetője és McKenlis között egy szóváltás alakult ki. Wild Bill hirtelen felindulásról pedig lelőtte David McKenlis-t. Több embert is bíróság elé állítottak, de senkit sem ítéltek el. Sőt, igazából önvédelmet állapítottak meg. Állítólag a szállítmányozó cég lefizette a bírókat. Az eset után Wild Bill Hickok viszont hírnevet szerzett magának. Bill később felkereste McKenlis özvegyét, és bocsánatot kért a gyilkosságért. Plusz minden megtakarított pénzét odaadta neki kárpótlásul. Állítólag ez volt az első eset, amikor Hickok embert ölt, de ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Az incidens után Wild Bill Hickok a polgárháborúban is harcolt. Főként felderítőként szolgált, illetve ellátmányfuvarosként segítette a hadsereget. Ebben az időben ismerkedett meg a híres amerikai katonával, Buffalo Bill-lel is. Körülbelül 1,5 évnyi szolgálat után, ismeretlen okok miatt, leszerelték Hickokot. Buffalo Bill azt állította, hogy Bill hónapok óta nem kapott fizetést, amiért összeveszett a felettesével. De ez a mai napig nincs megerősítve. Ezután Springfieldbe utazott, ahol alkalmi munkákból és szerencsejátékokból tartotta el magát. Missouri állam története a következőképpen írja le Wild Bill Hickokot. Egy durva, részeges, hencegő fickó, aki örömet lel abban, ha mulatozás közben ráijeszt a férfiakra és a fiatal nőkre. Hickok egyébként azon kevés fegyverforgatók egyike, aki valódi vadnyugati stílusú, egymással szemben álló, úgymond ki a gyorsabb stílusú pisztolypárbajban is részt vett. A leghíresebb ilyen párbaja egy bizonyos Davis Tutt Jr. ellen volt, aki rengeteg pénzzel tartozott neki. 1869-ben Wild Bill Hickokot megválasztották Ellis megye sheriffjévé Kansas államban. Azt mondják, hogy már az első napján lelőtt egy embert, első hónapjában pedig további 3-at. 2 évvel később, ugyancsak Kansas államban, már megyei marsalként is tevékenykedett. 1871-től különböző orvosoknál fordult meg, mivel látási problémákra panaszkodott. 1876 elején pedig felkeresett még egy szemorvos specialistát is, aki glaukómát és szifiliszt állapított meg nála. 39 éves korára egészsége jelentősen leromlott, és többször is letartóztatták rendbontásért. Nem sokkal később, még ugyanebben az évben, tehát 1876-ban Hickok vad története is véget ért. Éppen Deadwoodban egy szalomban pókerezett, amikor is egy bizonyos Jack McCall hátulról fejbe lőtte őt. Wild Bill Hickok a halála pillanatában éppen egy fekete ász párt és egy fekete 8-as párt tartott. Ezt a kombinációt a mai napig csak úgy nevezik, hogy Dead Man's Hand. Clay Ellison egy olyan fegyverforgató volt, akit talán a legőrültebb törvényen kívüliként emlegetnek. Híres volt kiszámíthatatlan személyiségéről és hirtelen haragjáról. 1841-ben született Tennessee államban, Waynesboro városában. Kezdetben a családi farmon dolgozott, mint marhatenyésztő. Egészen pontosan az amerikai polgárháború kirobbanásáig. A háborúban azonban egy súlyos fejsérülés szenvedett, ami után nem sokkal később el is bocsátották, mivel szeszélyes viselkedést kezdett mutatni.
Sok történész úgy véli, hogy ez a felsérülés magyarázza Clay későbbi brutális tetteit. Leszerelése után hazaköltözött a családi farmra, hogy újra besegítsen a vállalkozásba. Egy népszerű történet szerint történt egy nap, hogy a harmadik illinoisi lovasság egyik tizedese megérkezett az Ellison családi farmra. Az volt a szándéka, hogy lefoglalja a teljes birtokot. A farm úrnője és a tizedes között egy hangos szóváltás kezdett kialakulni. Idővel a tizedes olyan mérges lett, hogy még egy vázát is összetört. Csak hogy az a váza pont egy házassági évfordulós ajándék volt. Na ekkor telt be a pohár. Clay megelégelte az egészet, fegyvert ragadott, és hátulról fejbe lőtte a tizedest. Clay következő nagy húzása, amivel szintén nagy hírnevet szerzett magának, az pedig Charles Kennedy meggyilkolása volt. 1870 őszén Kennedyt bebörtönözték, mivel azt feltételezték róla, hogy határon túli embereket tart fogva. Továbbá még saját fia eltűnésével is megvádolták. Egy feldüldött csoport Clay vezetésével betört a börtönbe, kirángatták Kennedyt a cellájából, egy ló után kötötték, majd szépen felakasztották. De a történet itt még nem ér véget. A férfi halála után Clay levágta Kennedy fejét, majd 50 kilométeren át egy zsákban cipelte magával mindenhova, és előszeretettel mutogatta másoknak. Végül Los Angelesben egy szalontornácán hagyta a fejet, egy karóra kitűzve. Egyébként a gyilkosság után a hatóságok átkutatták Charles Kennedy házát. Nem is annyira meglepő módon, de megtalálták az eltűnt embereket. Már ami maradt belőlük. Sőt, még Kennedy fia holttestére is rábukkantak. 1876-ban Clay és testvére John Ellison Colorado felé vették az irányt. Útközben azonban betértek még egy viszonylag forgalmasabb szalomba is. Belépés után a helyi serif felszólította az Ellison testvéreket, hogy adják le fegyvereiket, mivel egy rendelet tiltotta a fegyverek viselését a városon belül. A testvérpár ezt megtagadta, sőt, Clay még meg is sértette a törvény őrét. A serif ezután szólt a két helyettesnek, hogy erősítésre van szüksége. Majd hárman beléptek abba a szalomba, ahol az Ellison testvérek kártyáztak. A rendőrei azonnal tüzet nyitottak. John-t háromszor találták el, Clay pedig három lövést adott le. Az egyikkel megölte a sheriffet, egy másikkal pedig megsebesítette az egyik helyettest. A másik helyettes végül elmenekült a helyszínről. Az eset után mindkét Ellison testvért letartóztatták. De a vádakat végül ejtették, önvédelmet állapítottak meg, mivel a lövöldözést nem ők kezdték. 1877-ben Clay összetűzésbe keveredett még a komancsokkal is. Pont amikor vándorolt a városok között, rábukkant egy farmra, amelyet épp az indiánok ostromoltak. Segítséget kért az amerikai lovasságtól, de ők visszautasították a felkérést. Clay ezután összeszedett egy kisebb csapatot, és szétverték az indiánokat. Többüket megsebesítették, egyet közülük pedig elkaptak. Először megkínozták, majd kivégezték. 1877 második felében Kansas államba ment, és marha kereskedőként telepedett le. Elmondása szerint ekkor már lenyugodott, és próbált békés életet élni. Meg is házasodott, és két kislánya született. Clay Ellison 1887. július 1-én hunyt el. Feleségével egy szekeret vezettek, amikor néhány zsák gabona leesett róla. Clay megpróbálta az egyiket elkapni, utána nyúlt, de a súly lehúzta őt is a szekérről. Az eséstől beverte a fejét, és ráadásul még a szekér egyik kereke is átment a nyakán. 45 éves korában halt meg. Viszonylag rövid élete során John Wesley Hardin gyorsan a vadnyugat legvérszomjasabb alakjává nőtte ki magát. Alsó hangon 44 ember halálát tulajdonítják neki. Egy metodista prédikátor gyermekeként látta meg a napvilágot White Wright városában, Texas államban.
A szülők próbálták fiúkat egyházi nevelésben részesíteni, viszont ő már elég fiatalon megmutatta erőszakra való hajlamát. 14 évesen például leszúrta egyik diáktársát az iskola udvaron. Egy évvel később, 15 éves korában pedig lelőtt egy rabszolgát. Ezután még 3 északi katonát is megölt, amiért már menekülnie kellett. Hardinról tudni érdemes, hogy a polgárháború idején nőtt fel, és a rendkívül gyűlölte az északiakat. De a feketéket még náluk is jobban. Ismert volt arról a szokásáról, hogy mindig 2 pisztolyt hordott a mellkasára erősített tokokban. Elmondása szerint onnan sokkal gyorsabban elő lehetett húzni a fegyvereket. 17 évesen letartóztatták, mivel ismét lelőtt 3 embert, és még egy texasi marsalt is. A börtönben valahogy sikerült fegyvert szereznie magának, és amikor át akarták szállítani egy másik fegyintézetbe, lelőtte kísérőjét, és megszökött. Innen Abilene város felé vette az irányt, ahol összebarátkozott Wild Bill Hickokkal. Bill pedig úgymond a tanítványának fogadta őt, és egy ideig együtt lógtak. Hardin teljesen a hatalmába kerítette Hickok személyisége, és rendkívül örült neki, hogy egy ilyen nagy névvel lóghat együtt, mint Wad Bill. Bill azonban akkor nem is tudta, hogy Hardin valójában egy körözött személy. Ráadásul még álnevet is használt. Az, hogy a kettőjük közlévő kapcsolat miért romlott meg, csupán legendákra épül. Állítólag Bill egyszer rajta kapta Hardint, hogy fegyvereket hord magánál a városban, miközben a városi rendelet ezt tiltotta. Hickok először akarta venni a fegyvereket, de Hardin nem engedelmeskedett, és fegyvert fogott Billre. Végül Bill csak annyit mondott Hardinnak, hogy kerülje a bajt a városban. Onnantól kezdve pedig nem nagyon találkozgattak. Már csak azért sem, mivel Hickokot nem sokkal később eltávolították marsai tisztségéből, és elhagyta a várost. Ahogyan az várható volt egy ilyen embertől, mint Hardin, útközben rengeteg ellenséget szerzett magának. Ő azonban nem foglalkozott egyikkel sem. Napjait szerencsejátékkal, ivászattal és örömlányok társaságában töltötte. Bár Hardin elmondása szerint ő sokkal jobban szeretett lefeküdni anyukákkal és feleségekkel. Egyik híres mondása az volt, hogy ő soha nem ölt meg senkit, aki nem érdemelte volna meg a halált. De egy történet teljesen kétségbe vonja ezt az állítását. Egy éjjel, amikor Hardin egy szállodában szállt meg, egy bizonyos Charles Cougar nevű férfi hangosan horkolt a szomszéd szobában. Hardin először hangosan dörömbölt a falon, de a férfi csak nem ébredt fel. Hogy felriassza álmából, Hardin elővette fegyverét, és átlőtt a falon. Amikor a horkolás abban maradt és a férfi nem adott ki több hangot, Hardin rájött, hogy igazából túl alacsonyan célzott, és fejbe lőtte a férfit. De nem ezzel az incidenssel írta be magát a történelembe. 1874-ben, éppen amikor a 21. születésnapját ünnepelte, egy lóverseny alkalmából egy nagyon szép kis összeget nyert. A születésnapot és a nagy nyereményt ünnepelve, Hardin kegyetlenül berúgott. Csak hogy ezzel felhívta magára a városi sheriff helyettes Charles Webb figyelmét is. Webb és Hardin között egy pisztolypárbaj alakult ki. És hát Webb húzta a rövidebbet. Annak ellenére, hogy Hardin egy tisztességesnek nevezhető ütközetben győzött, mégis sok embernek a bögyében volt. Újra menekülni kényszerült, de ekkor már egy 4000 dolláros vérdíj is volt a fején. 1877-ben végül elfogták, és 25 év börtönre ítélték. Ezúttal már nem tudott megszökni a börtönből. Így, hogy eltöltse ezt a rendkívül hosszú időt, teológiát és jogot kezdett el tanulni. 1894-ben törvénytisztelő állampolgárként kegyelmet kapott, és szabadon engedték. A börtön után Hardint felvették még az ügyvédi kamarába is. El Pasóba költözött, ahol jogi praxist indított. De Hardin próbálkozása a tisztességes életre nem tartott túlságosan sokáig.
miközben egy bizonyos Martin Morse nevű marhatolvaj védőügyvédjeként dolgozott, Hardin érdeklődni kezdett Martin felesége iránt, és hamarosan szeretők lettek. Amikor Martin megtudta felesége félrelépését, dühös lett, és felbérelt egy verőembert, hogy tanítsa Móresre Hardint. Csak hogy a verőember pórul járt, ugyanis pár nappal később holtan találták meg. Nem sokkal később, pedig Martin Morse is meghalt. Az viszont nem teljesen egyértelmű, hogy Hardin személyesen végzette velük, vagy csak felbérelt néhány banditát, hogy elvégezzék helyette a piszkos munkát. Nem sokkal később egy elpázói rendőr, egy bizonyos John Salmon Jr. letartóztatta Hardin szeretőjét, vagyis az imént említett Martin Morse özvegyét, rendbontásért és nyilvános fegyverviselésért. Hardinnak ez nem tetszett, és szóváltásba keveredett a rendőrrel. A szóváltás végül odáig fajult, hogy Hardin fellökte Salmont, és fegyverével még jól fejbe is verte a törvény emberét. Salmon édesapja, az idősebb John Salmon értesült a történtekről, és felkereste Hardint. Kettőjük között is egy heves vita bontakozott ki, de kezdetben a szóváltást nem követte tetlegesség. Még aznap éjjel Hardin egy szalomban kocka játékozott. Nem sokkal éjfél előtt az idősebb Salmon belépett a szalomba, hátulról odalépett Hardinhoz, és fejbe lőtte őt. Amikor Hardin már a földön feküdt, Salmon ezért még 3 lövést kiosztott neki. Orrin Porter Rockwell, a mormonizmus bosszúálló angyala. Volt amerikai segédmarsal, vallási végrehajtó, testőr, törvényen kívüli, szalontulajdonos és sörfőző is. Na de mindezek felett egy rendkívül keményvágású fegyverforgató is volt. Minden kétséget kizáróan Porter a legvitatottabb történelmi alak a vadnyugat korszakából. Egyesek egy pszichopata vallási fanatikusként hivatkoznak rá, aki egyszerűen nem tudta elviselni a pogányokat. Mások viszont meg vannak győződve arról, hogy csak egy gyengéd óriás volt, aki mindenáron megvédte zarándok csoportját. Hogy Orrin Porter Rockwell pontosan hány embert ölt meg élete során, nem tudni pontosan. De sokan meg vannak győződve arról, hogy ez a szám olyan 100 körül lehet. Porter, a mormon egyház angyala, 1813-ban született Belcher városában, Massachusetts államban. Porter születése után a család New York állam északi részére költözött. Ott megismerkedett és egy életre szóló barátságot kötött egy bizonyos Joseph Smith-szel. A két fiú olyan közel állt egymáshoz, hogy szinte mindent együtt csináltak. Amikor Porter 16 éves volt, Smith egy nap olyan mondatokkal fordult hozzá, amelyeket nem minden nap hall az ember. Joseph azt mondta, hogy Isten utat mutatott neki, és a suttogásait azonnal papírra kell vetni. Joseph Smith nem sokkal később létrehozta a mormon egyházat. Minden beszámoló szerint Porter Rockwell az első perctől kezdve lelkes támogatója volt az új irányzatnak. Néhány nappal az egyház hivatalos létrehozása után megkeresztelkedett, mint eredeti mormon. Fogadalmat tett Istennek és Smithnek, hogy fenntartja ezt az új hitet, és megvédi annak ellenségeitől. A mormonizmus korai napjai vad időszakot jelentettek a hívek számára. De ez az időszak legjobban Porter Rockwell személyét formálta. Magas és erős termetéhez féktelen és könyörtelen harag párosult. Egy idő után az amerikai határon már sokan tisztában voltak azzal, hogy nem tanácsos vele újat húzni. Villámgyors pisztolyrántásai különösképpen híressítették őt a környéken. Mindig revolverekkel és egy fűrészelcsővű puskával volt felfegyverkezve. Állítólag sose látták őt nélkülük. Sas szeme és legendás pontossága még inkább felerősítette hírnevét. Páratlan fegyverforgatóként tartották számon, aki a legtöbb gyilkosságért volt felelős a vadnyugaton. Meg volt győződve arról, hogy semmi sem árthat neki, még a kés és a golyó sem. A legendák szerint tényleg soha senki nem találta előtt. Kalapját viszont egyetlen egyszer egy töltény súrolta.
Porter Rockwell bátran vágott bele minden tűzpárbajba. Nem félt semmitől és senkitől. Szentül hitte, hogy Isten védelmezi őt azért, hogy minél szélesebb körben terjessze az új vallást. Az idők folyamán Joseph Smith zarándok csoportja rengeteg településről ki lett tiltva. Nem engedték meg nekik, hogy templomokat építsenek, vagy hogy prédikáljanak a főtéren. Ebből adódóan pedig könnyen kitalálhatjuk, hogy rendkívül sok volt az erőszakos fellépés ellenük. De Porter mindig ott volt, hogy megvédje a csoportot. 1838-ban Missouri kormányzója kiadott egy rendeletet, amely szerint a mormonokat ellenségként kell kezelni. Ki kell írtani, vagy el kell űzni őket az államból a szükséges közbéke érdekében. A rendelet az ölj meg minden mormon nevet viselte. Ennek köszönhetően több fegyveres összecsapásra is sor került. Ezt a hosszú ideig tartó háborút a nagy mormon háborúnak nevezik. A háború kitörése utáni első hónapban Porter állítólag 22 embert ölt meg. Érdekes egyébként, hogy ezt a törvényt, vagy rendeletet csak a Nixon kormányzat idején törölték el Missouriban. Csak egy kis plusz információ, Richard Nixon az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke. 1953 és 1961 között volt hivatalban. Ő az Egyesült Államok történetének első és egyetlen elnöke, aki lemondott hivataláról. Ez alapján pedig könnyen kiszámolhatjuk, hogy az ölj meg minden mormont rendelet több mint 100 évig érvényben volt. A nagy mormon háború kitörése után nem sokkal Missouri kormányzóját egy súlyos támadás érte. A fő gyanúsított pedig nem volt más, mint Orrin Porter Rockwell. Azzal érveltek, hogy a csoporton belül az ő dolga mindenkin bosszút állni, aki csak egy kicsit is fenyegeti a mormonokat. Porter a bíróságon a következőket mondta. Soha nem lőttem vaktában. Ha lövök, az illető halott. Majd hivatkozott arra, hogy a kormányzó túlélte a merényletet. Porter azt mondta, hogy ha ő intézte volna a támadást, akkor a kormányzó biztos halott lenne. Az esküdszéket azonban nem sikerült teljesen meggyőznie, és végül 9 hónap börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után újra csatlakozott régi barátjához, Joseph Smithhez. Ezután mindannyian Utah államba utaztak, hogy segítsenek Salt Lake City megalapításában. Porter ezután rendet tartott a városban, mint helyi sheriff. A munkáját nagyon jól végezte. Addig nem nyugodott, míg le nem vadászta azokat, akik szerinte megérdemelték a halált. Érdekes módon Salt Lake City ezen időszakából alig találunk indián támadásokra utaló feljegyzéseket. A történészek ezért úgy gondolják, hogy Porter valamilyen alkut köthetett a helyi indián törzsekkel is. 1844-ben barátját Joseph Smith letartóztatták és Illinois állambörtönébe zárták. Nem sokkal később egy dühös falusiából álló csőcselék betört a börtönbe és meggyilkolták Smith-t. Porter ezután egyenként levadászta mindazokat, akik részt vettek a gyilkosságban. Történt egyszer, hogy éppen egy erdőben gyalogolt, miközben lóháton egy ember megközelítette őt. Porter felnézett a lovasra, és így szólt. Ismerlek téged. Tudom, ki vagy. Te voltál az egyik, aki részt vett Joseph Smith meggyilkolásában. Majd fegyvert rántott, lelőtte a lovast, és egyszerűen csak továbbállt. Még a lovát sem vette el, hanem ott hagyta az erdőben. Ezután visszatér Salt Lake Citybe, de már csak sheriff helyettesként tevékenykedett. De így is rend volt a városban, mivel féltek tőle, és senki nem mert újat húzni vele. 1857-ben 4 katona jelent meg a városban, hogy bordélyházat és egy szerencsejátéktermet állítsanak fel. Viszont ezek az emberek néhány nappal később holtan kerültek elő a sivatagban. Több golyóval a testükben. Bár a mai napig nem bizonyított, hogy Porter volt az elkövető, de soha nem vádolták meg őt ez miatt. 1862-ben egy bizonyos Lat Huntington érkezett a városba. Lótolvaj volt, és Utah kormányzóját nagyon csúnyán összeverte.
Porter ezért megölte Huntingtont két másik társával együtt. A Mormon egyház angyala karcolás nélkül megúszta az esetet. Orrin Porter Rockwell 1878. június 9-én, 64 éves korában, szívrohan következtében hunyt el saját otthonában. Amikor a lánya próbált neki egy rendes temetési öltönyt találni a szekrényében, nagyon nehéz dolga volt. Külön temetési ruhát kellett készíteni Porter számára, mivel minden saját öltönye tele volt golyójukakkal. A hosszú listák után következzen még három név. Ők olyan fegyverforgatók voltak a Vadnyugaton, akiket igaz, hogy sok helyen megemlítenek, de népszerűségük eléggé megosztó. Ezért nem is szeretném őket nagyon részletesen bemutatni, csak tényleg röviden. Következzen tehát Ben Thompson, Johnny Ringo és Buzz Reeves. Ben Thompson nevét azért is vettem ide, mivel érintőlegesen már esett róla szó Kingfisher életútjánál. Thompsont az ügyesebb fegyverforgatók között tartják számon, aki olykor törvényen kívüli volt, de néha azért a jó oldalon is állt. Megrögzött szerencsejátékos hírében állt, és az első gyilkossága is egy szerencsejátékesthez kötődik. 17 évesen leszúrta az egyik játékos társát, aki csalással vádolt meg egy kártyajáték során. Harcolt a polgárháborúban, ahol súlyosan megsérült. De nem szerelték le, felépült, és a háború végéig szolgálatban maradt. 25 évesen viszont börtönbe zárták súlyos testi sértés vádjával, mert összeverte a felesége testvérét. 2 év börtönbüntetésre ítélték, amit tisztességesen leült. A börtönbüntetés letöltése után Kansas államba és azon belül is Abilene városába költözött. Pont akkor, amikor éppen Wild Bill Hickok volt a helyi marsal. Ben egy szalont kezdett üzemeltetni régi barátjával, Phil Coe-val. Szalonjukban később megismerkedtek John Wesley Hardinnal is, akit rá akartak venni arra, hogy ölje meg Hickokot. Hardin csak annyit válaszolt a felkérésre, hogy ha Wad Bill annyira megérdemli a halált, akkor miért nem ti ölitek meg? Hardin visszautasította a felkérést, és ráadásul akkoriban Bill és ő éppen jóban voltak. Nem sokkal később Hickok és Phil Coe között egy pisztolypárbaj alakult ki. Phil Coe meghalt, de valamilyen oknál fogva Ben Thompson soha nem bosszulta meg barátja halálát. Annak ellenére, hogy Ben Thompson sok helyen egy villámgyors fegyverforgatóként tüntetik fel, élete folyamán még 10 embert se ölt meg. Hírnevet is csak akkor szerzett magának, amikor is 1876 karácsony estején egy szalonban rátámadtak, és lelőtt 3 embert. Köztük még a szalon tulajdonosát is. Bent azonban nem tartóztatták le, mivel önvédelmet állapítottak meg. 1881-ben Ben Thompson helyi marsall lett Austin városában. A következő évben, tehát 1882-ben Thompson vitába keveredett egy színház tulajdonossal, egy bizonyos Jack Harris-szel. Thompson lelőtte és megölte Harris-t San Antonióban. Vádat emeltek ellene, és még le kellett mondani a marsali hivatásáról is. A tárgyalás folyamán azonban valahogy felmentették, és így nem került börtönbe. Visszatért Austinba, mivel San Antonióban már nem látták szívesen. Plusz sokan a halálát is kívánták. 2 évvel később, 1884-ben egy este folyamán Jack Harris barátai lelőtték Ben Thompsont és Kingfishert is. Johnny Ringo nevét gyakran emlegetik olyan híres alakokkal együtt, mint Wyatt Earp és Doug Holliday. Bár sok részlet az életéről legendák és történetek keveréke, az biztos, hogy a Vadnyugat egyik ikonikus személyisége volt. Legfőképpen banditák és egyéb törvényen kívüli egy társaságát élvezte egész életében. Nevét leginkább a Wyatt Earp-féle tombstone-i események tették híressé. Na, mert persze a halálának a körülményei. Ugyanis azok a mai napig vitatottak, és a forrás elemzők sem értenek mindenben egyet. Az biztos, hogy egy golyó átment a fején, mivel a halott kéma jelentésében rögzítette a be- és a kimeneti sebet. Egyesek úgy gondolják, hogy Wyatt Earp végzett vele, amikor is a bosszú hadjáratát folytatta.
Wyatt úgy gondolta, hogy Johnny Ringo volt az egyik, aki kioltotta testvére életét. Ugyanakkor Wyatt Earp soha nem volt megvádolva Johnny Ringo meggyilkolásáért. Egy másik elmélet szerint Doug Holliday ölte meg Ringót. A kettő közti feszültség széles körben ismert volt. Sőt, egyszer még egy pisztolypárbajt is le akartak zavarni. Csak hogy a helyi sheriff közbelépett, és így a párbaj elmaradt. Ringo holttestét 1882. július 14-én találták meg. Ekkor viszont Holliday ellen egy elfogató parancs volt érvényben, és Colorado-ban tartózkodott, nem pedig Arizona államban. Tehát köztük olyan 1000 kilométeres távolság volt. Egy harmadik elmélet szerint Johnny Ringo egyszerűen csak öngyilkos lett. Ezt az elméletet azzal magyarázzák, hogy többször is fenyegetőzött már öngyilkossággal. Amikor Ringót utoljára látták, nagyon részeg állapotban ült a lován. Hiába szólítgatták, de semmire sem reagált. Johnny Ringót egyébként annál a fánál temették el, ahol holttestét megtalálták. A sír jelenleg egy magántulajdonban lévő területen található. Bass Reeves neve előbb-utóbb biztosan szembe fog jönni velünk, ha a vadnyugati fegyverforgatók után kutatunk. Megítélése nagyon vegyes, élete tel is tele van fekete foltokkal, ahol nem tudni pontosan, hogy mi is történhetett vele. Reevesről tudni kell, hogy fekete rabszolgaként született, nem tudni pontosan, hogy melyik államban, mivel az forrásonként eltérő. Amikor még fiatal rabszolga volt, akkor tulajdonosa elég sokat vándorolt a városok és az államok között is. Így Reeves gyermekkoráról szintén nem tudunk sokat. A polgárháború idején pedig teljesen eltűnt. A forráselemző feltételezései szerint tulajdonosa csatlakozott a konfederációhoz, és magával vitte Reeves-t is a csatamezőre. A háború végeztével azonban újra megjelent, és nem sokkal később ő lett az első afroamerikai sheriff. Állítólag tulajdonosát meggyilkolta, de erre semmilyen egyértelmű bizonyíték nincs. Bass Reeves egész életében a törvény szolgálta, soha nem volt törvényen kívüli. Híres fegyverforgatóként tartják számon, de sokak szerint nincs helye egy tízes listában. Állítólag 14 embert ölt meg, de ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Sok feljegyzés vele kapcsolatban csupán 4-5 főről számol be. Az erőszakot nagyon nem szerette, és igyekezett a dolgokat mindig törvényes úton megoldani. 35 éves pályafutása során közel 1000 embert tartóztatott le, de egy-két forrás szerint igazából ez a szám megközelítette a 3000-et is. David Kennedy, az Egyesült Államok Marshall Múzeumának kurátora a következőket mondta. Bass Reeves volt a legtermékenyebb rendfenntartó, aki valaha is élt az Egyesült Államokban. 1864-ben megnősült, és 11 gyermeke született. 1902-ben viszont letartóztatta saját fiát Benny Reeves-t, akit gyilkossággal vádoltak. Benny állítólag megölte feleségét egy féltékenységi vita során. Bass Reeves törvény előtti elkötelezettsége egyszerűen nem engedte meg, hogy még a saját fiát is kivételként kezelje. 1887-ben egyébként egyszerűt is letartóztatták. Azzal vádolták, hogy megölt egy önkéntes rendfenntartó embert, egy posszit. A bíróságon Reeves beismerte tettét, ugyanakkor azt állította, hogy egy véletlen baleset történt. Éppen a fegyverét tisztította, amikor az hirtelen elsült, és eltalálta a szerencsétlen embert. Reeves viszont nem került börtönbe ezért, hanem felmentették. Tudni kell azonban, hogy a védőügyvédje egy olyan kerületi ügyész volt, aki nagyon jóban volt a tárgyalást vezető bíróval. Parker bíró állítólag azért nézte el ezt a kis incidenst, mivel nagyra tartotta Reeves rendfenntartói munkásságát. A végére pedig még egy kis érdekesség Bass Reevesről. Állítólag róla mintázták az 1950-es években futott televíziós sorozatot, a The Lone Ranger-t. A cím minden bizonnyal ismerős lehet sokak számára, mivel a sorozatot 2013-ban újra elővették, és egy egész estés filmként debütált a mozivásznon. 2023-ban pedig még egy 8 részes különálló sorozat is készült a törvény emberéről,
Lowman Bus Reeves címmel. Nos, ennyi lett volna az általam összeállított lista. Szerintetek kit, vagy kiket hagytam ki? Kommentben írjátok meg a válaszokat. Mivel minden fegyverforgató élete hosszasan és részletesen van dokumentálva, azon gondolkodom, hogy indítok egy olyan western sorozatot, amelyben mindenki élete részletesen ki lesz fejtve. Ha nektek is tetszik ez az ötlet, jelezzétek felén valamilyen formában. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt is. A legjobbakat kívánom mindenkinek, sziasztok!